Sziasztok. Milyen volt az első kör? Hú, batrányos. Akkor mondjuk róla valami jót is. Jót is? Nem tudok jót mondani, csak rosszat. Akkor mondjál rosszat. Fölfelé... Bükszentkereszt, köszönöm a segítséget. Átbukkantunk a lefelébe, ott elrontottam egy féktávot, nagyon későn fékeztem, fölúszott a kocsit, és ott túlcsúsztunk, tolattunk egyet, majd mentünk tovább, és a következő 300 méteren úgy lepárásodott az autó, hogy semmit nem láttunk, újra egy partoldal, erre a fölmetet, semmit nem láttam. Tehát, megkétlenül kikötöttem magam, letöröltem az ablakot, majd indultunk tovább, és akkor már úgy gyújtunk le, hogy nem voltunk bekötve, és tehát csak ilyen nagyon lájtosan, ott kaptunk 42 másodpercet, tehát az botrány volt. A következő gyorsasági szakaszon benn volt még előttünk a rally 3, ez a historic. Ott nagyon sokat álltunk, nagyon hideg volt az engem, akkor még az elejét elsporoltam, ott is volt egy pici hátrány. Átmentünk sátára, sátán úgy éreztem, hogy na most itt lejövök és megverek mindenkit. Majd az utolsó 600 méteren az autó megállt. Buklunk ki és begurultunk a célba. Így mentünk, a Team Gavi legállt. Hát jót nem tudok mondani. Oké, és Kata, te tudsz valamit, vagy neked is botrányos volt? Nekem is botrányos volt, persze botrányos volt, itt ülök mellette jobb hián. Úgyhogy, de az elsődleges cél, hogy végre egyszer Miskolcon célba érjen, igen, tehát én nagyon-nagyon szeretném megtörni ezt a bal szerencse sorozatát. Neveld az urat. Bízunk benne, hogy sikerül. Kapogom mindenhol, ahol csak lehet. Bandinak a feje tetején. Igyekszünk, ja, vagyok. Oké, és köszönöm, sziasztok. Sziasztok.